erőt, egészséget! Tisztelt tiltakozó, tüntető hölgyek és urak, kedves bajtársak! A Covid diktatúra és az új világrend kialakítása ellen nem először tüntetünk, nem is utoljára, de nem is eredménytelenül. Hiszen az elmúlt másfél évben hány és hány alkalommal követeltük például, hogy járvány szolidaritási adót a vírus vámszedőire. Slám, ez mára megvalósult. Persze úgy, ahogy. Persze meglehetősen mérsékelten, meglehetősen hiányosan, s legfőképp több mint egy évvel megkésve, de a mi követelésünk hatására az alulról szerveződő társadalmi mozgalmak, a civil szervezetek ellenállásának is köszönhető, hogy végre valamiféleképpen ez a politika napirendjére került. És ebbe kapaszkodjuk, amikor megfogalmazzuk újabb és újabb követeléseinket, elsőként is most azt, hogy a WHO ne dönthessen a nemzetállamok felett a kötelező oltás elrendeléséről. Nemzeti önrendelkezést és egészségügyi, egyéni egészségügyi önrendelkezést is követelünk természetesen, és ha már ez egy pártok feletti tüntetés, akkor hadd idézzek itt, hadd hivatkozzak itt egy baloldali politikusra, Schiffer Andrásra, aki jogi elemzésében számtalan alkalommal rámutatott, hogy még a ránk erőszakolt rendkívüli jogrendekben sem lehetne bármiféle korlátozás arányosság nélkül korlátozni az egyéni szabadságjogokat. Mi egy szabadságszerető nép vagyunk. A 48-as márciusi ifjak, az 56-os pesti srácok is a szabadságukért küzdöttek, és a nemzeti önrendelkezésükért, ezért kell küzdjünk mi is ezután. És ha már itt tartunk, a szabadságjogainknál és a márciusi ifjaknál, tudják, mikor volt a magyar történelemben, amikor a karhatalom a legtöbb eljárást indította egyetlen egy nap alatt? Nem az 50-es években, nem 1956-ban, nem 2006. október 23-án, bár dobogós volt ez a nap, 156-an voltunk, akikkel szemben eljárást indítottak azon a napon, de a legtöbb eljárásra a magyar történelemben 2021. március 15-én került sor, mert kimertünk menni március 15-én, mert a szabadságért mertünk szót emelni és tüntetni egy kaszinó előtt, mert persze voltak olyan kiváltságosok, akik miközben minden zárva kellett, hogy legyen, minden szórakozóhely, minden vendéglátóhely, minden kisvállalkozás, vannak olyan narancsbárok, olyan befolyásos üzletemberek, milliárdos oligarchák, akiknek az érdekeltségi körébe tartozó kaszinók nem csak az online pénztárgépek rendszeréből maradtak ki, de a bezárásokból, a lezárásokból is. Azokból a bezárásokból és a lezárásokból, amiből már mindannyiunknak elege volt. És amit ezután is követelünk, mert nem kérünk ezekből a lezárásokból, különösen azok után, hogy az eddigi Covid diktatúra politikája, ezek a nemzetközi előbb is hivatkozott standardek, ezek bizony csődöt mondtak. Emlékszünk még, hogy mit mondott Orbán Viktor? Na persze nem a nyilvánosságnak, de Európai Uniós nagykövetségek vezető diplomatáinak, a Wikileaks-en 2011-ben kiszivárgott dokumentum szerint, amelyet Orbán Viktor azóta sem tagadott. Azt mondta Orbán Viktor, hogy ne figyeljenek arra, amit a megválasztásáért mond. És mi viszont emlékeztetnünk kell a magyar embereket, és persze a kormányzatot is, azokra a kormányzati ígéretekre, amelyeket tettek, azokra a kormányfő ígéretekre. Emlékszünk még, mit mondott Orbán Viktor például az oltásokról? Azt mondta, hogy ez egy golyóálló mellény. Aki felveszi, arról lepattan a vírus. Aztán azt is mondta, hogy 6 millió oltásnál elérjük a nyári immunitást, a lezárásokat, a lezárások megszüntetését, csak azt nem tette hozzá, hogy ezt a 6 millió oltást fejenként érti. De azt is tudjuk, hogy a kormányzat tavaly február 15-ére ígérte, hogy még az egyszer-kétszer oltottakat is oltatlannak minősítve, a védettség helyett, az oltottságot helyezve előtérbe, a védettség igazolványt oltottság igazolványra nevezve át, beszédes módon immár nem a védettség, hanem az oltottság számít, ezt tűzték ki tavaly február 15-i hatállyal. Csak hogy aztán közeledtek a választások. Szorult a hurok, ezért a kormányzat ezt kitolta a választás hónapjának végéig, április végéig először,
Majd aztán rájöttek, hogy kitört itt a szomszédban egy háború, különleges jogrendben lehet tartani, félelemben lehet tartani, riogatni lehet a magyar embereket, ezután is, egy új jogrenddel, egy új különleges jogrenddel, egy új veszélyhelyzettel, egy háborús veszélyhelyzettel riogatnak most, és tartják korlátozások alatt a magyar embereket. Ez az, ami ellen a 48-as március ifjak szellemében is szót kell emeljünk, kiemelve különösen azt a gondolatukat, miszerint magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket pedig vigyék el tőlünk. Hiszen nem csak az fáj nekünk, hogy Afganisztán csúfos bukással végződő megszállásában vettek részt a magyar honvédek, nem csak az fáj nekünk, hogy milliárdokat költünk az iraki és hasonló megszállásokra, de most különösen fáj nekünk az, hogy idegen elsősorban amerikai katonák teszik felvonulási területté Magyarországot, a független Magyarországot a magyar nemzeti önrendelkezés sárba tiporva, immár egy kormány határozattal szembesítve, a kormányzat Szijjártó Péter korábbi ígéretével szemben, hát miféle függetlenség ez? És ezek után mondják azt, hogy veszélyhelyzet van, hogy háborús veszélyhelyzet. Pontosan amiatt van veszélyhelyzet, mert feladva függetlenségünket, előbb a gazdasági embargót, a főleg a magyar mezőgazdaságot is sújtó gazdasági embargókat támogatjuk éveken keresztül, majd különböző cselekkel, közvetlenül Ukrajnában nem, de Románián vagy Szlovákián keresztül már mehet a fegyver Magyarországról is a vonatkozó kormányrendelet szerint. Mi ezek nyomán szeretnénk nemzeti önrendelkezést. És azt gondolom, hogy országgyűlési képviselőként kötelességem ezekre fölhívni a figyelmet, miként kötelességem volt egy javaslatot benyújtani a holnap kezdődő patinás konferencia szervezőjének állami támogatása érdekében is, hiszen a Magyarok Világszövetségének az ezredforduló óta lényegében nincsen állami támogatása, amikor egy pártpolitikai szempont miatt az akkori Orbán kormány megvonta a Magyarok Világszövetségétől az állami támogatást. Pedig miként most ez a nemzetközi konferencia is mutatja, hogy milyen hiánypótló tevékenységet folytat a Magyarok Világszövetsége, ezért azt gondolom, hogy indokolt volna az állami támogatást visszaadni, de úgy tűnik, hogy várnunk kell. Várnunk kell arra, hogy megszűnjön a Fidesznek az a túlhatalma, az a kétharmados túlhatalma, amire sajnos szert tettek a legutóbbi választáson is, mert így pökhendien söpörhette le mind a 437 ellenzéki módosító javaslatot. 437 módosító javaslatból 437-et szavaztak le, bizonyára olvasatlanul. És éppen ezért azt gondoljuk, hogy ezek után nem lehet nemzeti együttműködés rendszerének nevezni azt a rendszert, ahol nem hallják meg a civilek hangját. Nekünk pedig azért kell az önszerveződésünket folytatnunk, hogy ne legyen továbbá megkerülhető erő az a hang, amelyik rávilágít a Covid diktatúra álságosságára is. Hiszen brit tudósok is bebizonyították ugyebár, hogy a vakcina azokon segít a legjobban, akik azt eladják. Hát éppen ezért a kormány szolgalelkű módon a Covid diktatúrát a vakcinagyártó multicégek érdekeit kiszolgálva be is rendelt, vagy 9 millió Pfizert még az év elején, amire kényszeríteni akarják a magyar embereket, hogy vegyék fel ezt az oltást. De nem tűrjük a zsarolást, nem kérünk a kötelező oltásból. Nem, soha nem kérünk a zsarolásból, nem kérünk a kötelező oltásból, és nem kérünk a munkaalapú társadalom helyett az immár oltásalapú társadalomból. Mert ide jutottunk, hogy ez ma a legfőbb érték, ez ma a legfőbb mutató, hogy valaki oltott vagy nem. És ez vár ránk ősszel, és ezért jövünk most itt első fecskékként tulajdonképpen egy forró ősz előtt, és egy nagyon hideg tél előtt figyelmeztetni a magyar embereket, hogy mi készül újra. Újra korlátozások, újra rendkívüli jogrend, és csak a Covid. Ez az új egészségügyi jelszó is, amit az elmúlt években már megtanulhattunk. Ez a felelőtlenség, ez a magyar és társadalom ellenes hozzáállás, hiszen hány és hány elmaradt kontroll és szűrővizsgálat az, ami mutatja, hogy hány és hány halálos áldozata volt a magyar egészségügy egydimenziósá tétele miatt. Tudjuk jól, hogy mintegy 20%-kal nőtt pusztán a Covid diktatúra első évében Magyarországon azoknak a száma, akiknek a daganatos megbetegedését nem tárták föl. Pontosabban ennyivel kevesebb daganatos megbetegedést tártak föl, pedig nem volt kevesebb rákos megbetegedés Magyarországon. Tehát több mint 5000
Daganatos beteg nem kapott ellátást, és kell, hogy meghaljon ezért hamarabb Magyarországon. Amikor fejet hajtunk a Covid diktatúra halálos áldozatai előtt, akkor bizony fel kell hívjuk arra a figyelmet, hogy miközben a vakcinákat engedélyező Európai Gyógyszerügynökség állásfoglalása szerint is, még ő szerintük is, a 4 havonta beadandó kötelező, vagy nem kötelező, de meglehetősen ajánlott oltás gyengítheti az immunrendszert, aközben Magyarországon már a gyermekek oltását is erőltetik egészen elfogadhatatlan módon, és a munkahely elvételével zsarolják a magyar embereket. Éppen ezért hívjuk fel a figyelmet, hogy ne legyen kötelező a Covid-oltás, nem fogadjuk el a munkahely elvételével való zsarolást, semmilyen lezárást nem támogatunk, ellenezzük a gyerekek oltást, és elsőként is korrekt tájékoztatást követelünk a vakcinák valódi hatásairól. Fel a győzelemre!